felravatolozták II. Erzsébet koporsóját Edinburgh-ban, holnap este szállítják Londonba, egy hét múlva temetik a királynőt. Fölényes Fidesz győzelem az első kerületben, elveszítette többségét a baloldal, pedig mindent bevetettek a kampányban. Hatástalanították és biztonságos helyre vitték a Dunában talált II. Világháborús bombát, később semmisítik meg. Üldözésből életmentés, rendőrök elől menekült az autós, de a sineken felborult, a rendőrök kihúzták a kocsiból, mielőtt jött a vonat. Ez a Híradó 7:30 az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Harmadik Károly és testvérei vezették azt a gyászmenetet, amely II. Erzsébet királynő koporsóját szállította a skót főváros főutcáján keresztül az edinburgh-i székesegyházba, ahonnan egyébként most az élőképet láthatják. A királyi család tagjai zárt körű szertartáson emlékeztek az uralkodóra. A székesegyház kapuit ezután a nyilvánosság előtt is megnyitották. Uralkodó érkezett a városba, 21 ágyúlövés jelezte jöttét. Az edinburgh-i kastélyban katonai tisztelgéssel köszöntötték a skót fővárosba érkező királyt. Harmadik Károly királygépe hétfőn délben landolt Edinburgh-ban. Útja egyenesen a brit uralkodók hivatalos skóciai rezidenciájára, a Holyrood House-ba vezetett, ahova vasárnap érkezett meg II. Erzsébet néhai királynő koporsója. A kastélyhoz érkezve Harmadik Károly és felesége Camilla előbb megnézték a kerítésnél elhelyezett virágokat, majd személyesen is üdvözölték az odasereglett embereket, és pár szót váltottak velük. A szertartás ezután a St. Giles székesegyházban folytatódott. A templomhoz vezető sétáló utcát, a Royal Mile-t már délben hatalmas tömeg lepte el, mindenki a gyászszertartásra érkezőket várta. A koporsó szállító autó lépésben haladt a város történelmi szívében, a Holyrood House palotától a székesegyházig vezető 1,6 kilométeres úton. A menetet a díszegyenruhába öltözött Harmadik Károly király vezette, oldalán testvéreivel, Anna hercegnővel, András herceggel és Eduard herceggel együtt. A tömeg többször tapsal fogadta az előtte elhaladó gyászmenetet, és gyakran elhangzott az Isten óvja a királynőt, máshol pedig a királyt felkiáltás is. Az angol tölgyből készült koporsót, amelyet most a királyi család Skóciában használatos lobogójával borítottak, a skót királyi ezred 8 katonája vitte a járműből a székesegyházban kialakított ravatalhoz. A szertartás után a királyi család elhagyta a templomot, és megkezdődött a vérrasztás. II. Erzsébet néhai királynő koporsójánál a látogatók 24 órán át egészen kedd estig róhatják le kegyeletüket. A koporsót ezután repülőgéppel Londonba szállítják a néhai uralkodó egyetlen lánya, Anna hercegnő kíséretében, és megkezdődik II. Erzsébet londoni búcsúztatása. A közmédia tudósítója továbbra is követi II. Erzsébet néhai királynő búcsúztatását. Jó Csaba több százezres tömegről számolt be. A skót fővárosból, Edinburgh-ból röviddel 6 óra után jelentkezett. Egy napon keresztül majd lerohatják a kegyeletüket is Skóciában, a skótok aztán pedig majd a koporsót repülőre teszik, és aztán pedig elszállítják egy London melletti katonai bázisra, ahol Anna hercegnő kíséretében majd a koporsó ismét egy autóba kerül, és aztán a Buckingham palotába kerül holnap este, és azt követően pedig majd a következő napon már felravatalozzák, ugye a Westminster Hallba, ahol 4 napon keresztül vehetnek búcsút a londoniak, illetve az Egyesült Király lakó, és persze szerte a világból is érkeznek majd azok, akik, gondolom én, II. Erzsébet koporsójánál tiszteletüket akarják tenni. Az Európai Unióhoz hasonlóan Nagy-Britanniában is visszájára sültek el az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók. Erről ír az egyik legolvasottabb brit lap. Példaként említik, hogy a rezsiköltségek 80%-kal emelkedtek a briteknél, miközben Oroszországban csak 10%-kal. És az élelmiszerek inflációja is rendkívül magas, miközben az oroszoknál még csökkentek is az árak. Hiába ígérte Boris Johnson korábbi, és Liz Truss jelenlegi brit miniszterelnök, nem az oroszok, hanem a brit lakosság fizeti a háború és a miatta bevezetett szankciók árát. Erről a The Sun írt. Az egyik legnagyobb brit újság úgy fogalmaz,
Az oroszok nem hogy a büntető intézkedések, de még a globális áremelkedés hatásait sem érzik. Ráadásul, amíg sok más mellett a Szigetországban az élelmiszerárak elszálltak, addig Oroszországban csökkennek. A The Sun szerint Nagy-Britanniában a burgonya és a sárgarépa árában tapasztalható a legnagyobb emelkedés az éveleje óta, de ezeket szorosan követi a paradicsom és a banán ára is, sok más élelmiszerrel együtt. Ezzel szemben Oroszországban szinte minden élelmiszer olcsóbb lett a háború kitörése óta. A fejes káposztáért harmadával, a burgonyáért 28%-kal és a paradicsomért 14%-kal kell kevesebbet fizetni. A lap szerint még súlyosabb a helyzet az energiaárak változásában. Angliában 80%-kal emelkedtek a rezsiköltségek, miközben Oroszországban csak 10%-kal. Ráadásul az üzemanyag ára is rekordmagas, majdnem 2 font literenként a Szigetországban, ezzel szemben az oroszok ennek csak a harmadát fizetik. A brit lap úgy összegez, üdvözöljük a szankciókkal sújtott Oroszországban, ahol a fűtési számla és az üzemanyag ár a töredéke, mint Nagy-Britanniában. Jól látszik, hogy Nagy-Britannia nem képes az önellátásra, ezzel szemben az oroszok számos területen igen. Erről Pásztor Szabolcs beszélt az M1-en. A kutató szerint a helyzetet nehezíti, hogy az európai gazdaságok kölcsönös függésben vannak egymástól, így a kialakult krízis mindenkit váljon, így ez a fajta függőség a jövőben vélhetően növekedni fog. De ezt nem csak Nagy-Britannia tapasztalja majd meg, hanem Nyugat-Európa más országa is. Nagy-Britanniához hasonlóan picit összecsúsztak a hangok, a technikai hibáért elnézést kérünk. Olaszországban a kétszeresére nőhet a rezsiszámla októbertől. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a lakosság harmada karácsonyra már nem tudja kifizetni a számláit. Szeptember végén választások lesznek. A kormányzásra készülő jobboldali összefogás szerint az uniós szankciók nem Oroszországnak ártanak, hanem Olaszországnak. Főzik a spagettit ebben a római étteremben. A gáztűzhelyen rotyognak a különböző öntetek. Miközben az olaszoknál kőbe vésett a spagetti készítésének a módja, most sokan megkérdőjelezik, hogy az energiaárak drasztikus növekedése után is erős tűzön, lobogó vízben kell-e a tésztát főzni. Igen, a tésztát lehet nagylang nélkül is főzni. Ha felforrt a víz, le lehet kapcsolni a gázt. A spagetti magától is megfő, de az íze tragikus lesz, mondja egy római séf. Aggódnak az olasz vendéglátósok, azt mondják, alig élték túl a koronavírus járvány miatti bezárásokat. Most a magas gáz- és villanyszámlák miatt ismét veszélybe került a megélhetésük. Megpróbálnak nem emelni az árakon, de sokáig már ezt nem tudják halogatni. Most ott spórolnak, ahol tudnak. A konyhában nem kapcsoljuk be a légkondicionálót, noha a melegben mindenki szenved. Én állandóan ellenőrzöm, hogy a dolgozók becsukják-e rendesen a hűtő ajtaját, lekapcsolták-e a világítást a mosdóban, de csak ennyit tehetek. Egy étteremben, ahol sütők és hűtők vannak, nagy az energiafogyasztás, mondja egy étterem tulajdonos. A kormány több milliárd euróval támogatja a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy enyhítse a rezsiköltségek miatti terheket, de mindez kevésnek bizonyul. Olaszországban a családok és a vállalkozások rezsiszámlái az előrejelzések szerint októbertől legalább kétszeresére emelkedhetnek. Felmérések szerint az olaszok már takarékosságba kezdtek, de elemzők szerint az elszállt rezsiköltségeket a lakosság egyharmada karácsonyra már nem tudja kifizetni. A kormány gáztakarékossági programot hirdetett. Eszerint egy héttel később indul a fűtési idény, és tavasszal egy héttel korábban ér véget. A legmelegebb térségekben, így például Lampedusán, csak decembertől lehet fűteni legfeljebb napi 5 órán keresztül. Északon, a leghidegebb részeken, így Milánóban is, október közepétől lehet fűteni földgázzal, de csak napi 13 órát. Olaszországban szeptember 25-én parlamenti választások lesznek. Giorgia Meloni, az olasz testvérek elnöke a milánói Dom téren tartott kampányrendezvényén azt mondta, az általa vezetett jobboldali összefogás készen áll a kormányzásra. Mint fogalmazott, győzelmük esetén véget vetnek az Európai Unióban eddig elterjedt gyakorlatnak, és Olaszország is elkezdi majd védeni saját nemzeti érdekeit,
ahogyan más országok is teszik. Mint mondta, feladatának tartja a rezsijárak megfékezését is. A koalíció másik pártja, a Hajrá Olaszország alelnöke, Antonio Tajani pedig azt nyilatkozta, az Európai Uniónak felelősséget kell vállalnia az Oroszország ellen bevezetett szankciók okozta negatív hatásokért, amelyek elsősorban Németországot és Olaszországot sújtják. Támogatja az Oroszország elleni szankciókat a Jobbik elnöke. Gyöngyösi Márton szerint sem szabad orosz gázt és olajat venni, inkább alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez. Mindez azért is érdekes, mert a Jobbik elnöke nem volt mindig ennyire orosz ellenes. Annak idején például helyeselte a Krím elcsatolását, Ukrajnából pedig kitiltották, mert megfigyelőként részt vett a Luhanszki és Donyecki választásokon. Szankciós politikát folytatunk Oroszországgal szemben, ami nagyon helyes. Teljes mellszélességgel támogatja Brüsszel szankcióit a Jobbik elnöke. Gyöngyösi Márton arról értekezett a Jobbik házi tévéjében, hogy még akkor is helyesek a szankciók, ha azok azzal járnak, hogy kevesebb energiahordozó érkezik Európába Oroszországból. Nagyon helyes. Abban is egyetért brüsszeli kollégáival a Jobbik elnöke, egyben EP képviselője, hogy nem szabad orosz energiahordozókat vásárolni még akkor sem, ha ezek hiánya miatt például a közintézményekben vagy üzlethelyiségekben korlátozni kell a fűtést. Szerinte inkább mindenkinek alkalmazkodnia kell. Teljesen egyértelmű, hogy alternatív forrásokat kell keresni, és a keresletet vissza kell fogni. Éppen ezért Németországban ez senkinek nem okoz meglepetést, amikor a kormány bejelenti azt, hogy például közintézményekben, meg nem tudom én, üzlethelyiségekben, meg itt-ott-amott hogyan kell alkalmazkodni ehhez az új helyzethez. Nem mindig volt ennyire szívélyes Brüsszellel és kritikus Oroszországgal szemben Gyöngyösi Márton. Sőt, alig 8 éve 2014-ben még sokkal elnézőbb volt, és az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten tartott népszavazásról azt mondta, Oroszország a saját kisebbségén segített, és a Jobbik a népek önrendelkezésének diadalaként értékeli a szavazást. Ráadásul a nyugat kétszínűségét is hangsúlyozta akkor Gyöngyösi Márton. Erről a Jobbikhoz köthető Alfahír számolt be évekkel ezelőtt. A Magyar Nemzet pedig korábban azt írta, Gyöngyösi Mártont ki is tiltották Ukrajnából, miután választási megfigyelőként részt vett a Donyeckben és Luhanszkban megtartott választáson, amit például mások mellett Berlin is alkotmányellenesnek tartott. Gyöngyösi Márton akkor társával Moszkvából utazott a térségbe. Ráadásul 2015-ben a kelet-ukrajnai konfliktusról úgy vélekedett, hogy azt az Egyesült Államok és a Nyugat provokálta ki. Hány olyan zsidó származású ember van? 2012-ben pedig még országgyűlési képviselőként arról beszélt a parlamentben, hogy listázni kellene a zsidó származású képviselőket. De a Jobbik elnökének nem ez volt az egyetlen antiszemita akciója. Izraelt népirtással vádolta, illetve felszólalt a zsidó egyházak ellen is. Magyarország arra törekszik, hogy minél előbb megnövelje nukleáris kapacitását. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Prágában a nukleáris energiaipari kongresszuson. Szijjártó Péter azt mondta, a háború és a szankciós intézkedések nyomán minden idők legsúlyosabb energiaellátási válsága jött létre Európában, és ebben a helyzetben azok az országok lesznek biztonságban, amelyek elő tudják állítani a saját maguk által használt energiát. A tárcavezető felszólította Brüsszelt, tartsák tiszteletben, hogy a nukleáris energia nem került szankciók alá. A nukleáris beruházások lassítása és akadályozása az gyakorlatilag az európai országok szuverenitásának sérelmével jár. A szuverenitás egyik legfontosabb összetevője az energiaellátás biztonsága. Magyarországon ebből a szempontból a nukleáris energia és a paksi beruházás kulcsfontosságú, így azok az intézmények, bankok vagy hatóságok, amelyek lassítják vagy akadályozzák paksi atomerőmű új blokkjainak megépítését, gyakorlatilag Magyarország szuverenitását és energiaellátását sértenék meg. Újabb szakaszba lépett a háború, állítják az ukránok. Szerintük ez az ellentámadás szakasza. Kijev ugyanis azt közölte, hogy jelentős területeket foglaltak vissza az oroszoktól az elmúlt napokban. Moszkva ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az ukránoknak hatalmasak a veszteségeik.
Cipőtalpát törölte az orosz lobogóba vasárnap egy ukrán katona a Harkiv megyei Borsovában. A videót a 93. gépesített dandár osztotta meg. A vörös-kék-fehér trikolór helyére kitűzték az ukrán zászlót, miután a településről kiszorították az orosz katonákat. Hasonló képsorok játszottak le a hétvégén szerte Harkiv megyében. Az ukrán hatóságok közlése szerint több tucat települést foglaltak vissza az orosz hadseregtől. Lassan visszatér az élet az északkelet ukrajnai Zariznicne utcáira. A települést a szeptember elején megindult offenzíva első napjaiban vonták ellenőrzésük alá az ukrán fegyveresek. Az oroszok egyik reggel még itt voltak, aztán déltájt nagy felfordulás és hangzavar tört ki, beültek tankjaikba és elmenekültek, mondta egy helyi férfi. Az ellenoffenzíva egyetlen hét alatt 1000 négyzetkilométer területről szorította ki az oroszokat, majd 48 óra leforgása alatt szombat estig újabb 2000 négyzetkilométerről, állítja Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A kijevi hatóságok közlése szerint, miután elfoglalták a stratégiailag kiemelt fontos helyen, utak és vasútvonalak találkozásánál fekvő Kupjanszk városát, bekerítették, majd visszafoglalták a Donyec folyópartján fekvő Izjumot, kis híján kiszorítva az oroszokat Harkiv megyéből. A sikeresnek tűnő ellenoffenzíva elemzők szerint annak köszönhető, hogy a megszálló orosz hadsereg a déli herszoni frontra csoportosította erői többségét, eleinte ugyanis ott indult meg számottevő ukrán ellentámadás. A most felszabadított települések nagy részén a megszállók ukrán közlések szerint nem is tanúsítottak ellenállást. Ez a vég kezdete. Így értékelte a 200. napjába fordult háború legújabb fejleményeit vasárnap Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. 200 nap alatt több mint 2000 ellenséges tankot, 4500 harckocsit, 1000 rakétarendszert, 250 repülőgépet, 200 helikoptert és csaknem 1000 drónt, a megszállók 16 hajóját és csónakját semmisítettük meg, sorolta Volodymyr Zelenszkij. A brit védelmi minisztérium azonban figyelmeztetett, továbbra is heves harcok folynak Kupjanszk és Izjum határában, így korai lenne a győzelmet ünnepelni. Az orosz védelmi tárca pedig arra emlékeztetett, súlyosak a veszteségek az ukrán oldalon. Az orosz légierő és tüzérség nagypontosságú rakétatámadásokat hajtanak végre az ukrán fegyveresek harkivi állásain. A 14. és 92. dandár felszerelését és állományát érték csapások, mondta Igor Konashenkov. Sötétbe borult Harkiv vasárnap, miután rakétatalálat érte a város kulcsfontosságú infrastruktúráit. A polgármester szerint a légi csapások miatt több száz településen szünetelt a víz- és áramellátás. Elsötétült vasárnap a zaporizsjai atomerőmű is, az utolsó, még működő reaktorát is leállították. A hatos blokk eddig is takarékon, vagyis úgynevezett sziget üzemmódban működött. Egy orosz barát szakadárszervezet hétfőn közölte, akár néhány óra alatt vissza tudnák kapcsolni a reaktort, ám ezt csak akkor teszik meg, ha elérkezettnek látják rá az időt. Elveszítette többségét a baloldal az első kerületi önkormányzatban. A tegnapi képviselőválasztáson nagy fölénnyel ugyanis a Fidesz-KDNP jelöltje győzött, pedig a baloldal mindent bevetett a kampányban. Országos politikusok és Karácsony Gergely is kampányolt a Momentumos jelölt mellett. Az eredmény azonban mutatja, hogy a választók nem felejtették el, hogy Vénaszályi Márta baloldali polgármester nem teljesítette a 3 évvel ezelőtt tett legfőbb választási ígéreteit. Bízom benne, hogy közös céljainkat meg fogjuk tudni valósítani. Számítok önökre. Fazekas Csilla a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a Budapest első kerületében vasárnap tartott időközi önkormányzati képviselőválasztást. Ezzel megdöntötte a képviselőtestület baloldali többségét. A fővárosi Fidesz Facebook oldalán azt írták, a jelöltjük 52%-os fölénnyel győzött. Ellenfele a Momentumos Korsós Borbála Erzsébet gratulált kihívójának, majd hozzátette, köszönöm az összes ellenzéki pártnak a beletett munkát, de ez ma sajnos nem sikerült. Pedig a baloldal teljes erőbedobással kampányolt. Egyetlen egy képviselői helyen múlik az ellenzék többsége az első kerületi önkormányzatban. Nem csak a balliberális Momentum parlamenti képviselője Orosz Anna korteskedett jelöltjük mellett, hanem a Várnegyed polgármestere Vénaszályi Márta is.
A budavári önkormányzat első emberének ugyanis volt mit veszítenie az időközi választáson, nevezetesen a képviselőtestület eddigi baloldali többségét. Lehet fordulni. Vénaszályi Márta hatalmának megtartása érdekében odáig ment, hogy a kampány finisében a budapesti rászorulóknak beígért rezsitámogatásról szóló fővárosi közgyűlési döntést a közösségi oldalán népszerűsítette. A választóknak pedig egy napra, amíg rájuk szavaznak, hatalmat is ígért. Egy napra önöké a hatalom, dönthetnek arról, hogy folyjon ez a munka. Újítsuk-e meg a vérmezőt, adjunk-e rezsitámogatást mindazoknak, akik nem fogják tudni kifizetni a gázszámlát októbertől. De Karácsony Gergely sem tétlenkedett. A párbeszédes főpolgármester szintén beállt Korsos Borbála Erzsébet mögé. Korábban a miniszterelnök jelöltségtől visszalépő politikus azzal igyekezett népszerűsíteni a baloldal közös jelöltjét, ha a Fidesz visszatér, embertelen, természetromboló politika fog következni. Még aznap egy nagy interjút is közölt vele a Népszava. Az ugyancsak baloldali lapnak nyilatkozva Karácsony Gergely a magabiztos politikusi oldalát mutatva kijelentette. Az én szerepem világos. Én vagyok az, aki megnyeri a 2024-es főpolgármester választást, és segíti a pártokat, hogy a kerületekben is sikeresek legyenek. De nem így lett, amire Fürjes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is reagált. A kormánypárti politikus közösségi oldalán megosztott bejegyzésében egy focis hasonlatot használt, hogy szemléltesse a helyzetet. Azt írta, az eredmény újabb sárga lap Karácsonynak, Vénaszályi Mártát pedig piros lappal az öltözőbe küldték a várszoknya budai választói. Fürjes Balázs azt is írta, ha Karácsony Gergelyék valóban demokraták, akkor lehetővé kell tenniük, hogy a budavári polgárok maguk döntsék el, a bukott polgármesterrel vagy mással szeretnék folytatni a közös munkát, vagyis az államtitkár szerint új polgármester választást kellene tartani az első kerületben. Mindenkinek joga van bent lakni abban a lakásban, ahol nemzedékek óta lakik. A 2019-es választási kampányban Vénaszályi Márta egyik fontos ígérete volt, hogy rendet rak bérlakásügyben az első kerületben. A Várnegyed lakói szerint azonban ebből semmi sem látszódik. A Mandiner korábban a bérlőkre hivatkozva azt írta, csigalassúsággal halad a lakások felmérése. Ennek két oka lehet. Egyrészt a valódi szándék hiánya, illetve hogy a budavári önkormányzat működése komoly problémákkal küszködik a baloldali pártok folyamatos belső viszályai miatt. Orbán Viktor is gratulált a közösségi oldalán a Fidesz-KDNP jelöltjének nagyarányú győzelméhez. De a miniszterelnök pártelnök egy közös képet is posztolt, amelyen éppen egy közös szelfit készítenek Fazekas Csillával. Orbán Viktor a fotóhoz azt írta, várfoglalás. Ha most vasárnap tartanának választásokat, azt a Fidesz jelentős előnnyel megnyerni. Ez derül ki a Nézőpont Intézet közvéleménykutatásából. A felmérés szerint a kormánypártokra a megkérdezettek 47%-a szavazna, egy esetleges baloldali listára pedig 16%. Az elemzésben ugyanakkor hozzáteszik, hogy a baloldali pártokon belüli és közötti viták miatt egy tavaszihoz hasonló közös lista felállítása most nem tűnik valószínűnek. A DK szerint a gázár növekedés miatt tönkre mehet Magyarország, ezzel szemben Oroszország nagyobb bevételhez jut, mint eddig. Varjú László szerint az Európai Unió a magyar családokat, míg a magyar kormány az orosz érdekeket képviseli. A demokratikus koalíció szerint az Orbán kormány azért harcol az uniós gázársapka ellen, mert az alacsonyabb gázárak mellett Putyinnak kevesebb pénze lenne háborúzni. A baloldal kampányát külföldről fizetik, ezért mindig is támogatták a szankciókat. Gyurcsányék már rég elzárták volna az olaj- és gázcsapot, így reagált a Fidesz. A párt szerint ez a felelőtlen és veszélyes baloldali politika csak tovább mélyíteni a szankciók miatti energiaválságot, amivel veszélybe sodornák a családokat és tönkretennék Magyarországot. Az MSZP az önkormányzati közszolgáltatások fenntartása és a kis és közepes vállalkozások megmentése érdekében nyújtott be törvényjavaslatot. Ebben egyebek mellett szerepel az áram és a gáz áfa kulcsának 5%-ra csökkentése is. Kezdeményeztük, hogy a helyi önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények, vagyis szociális otthonok, egészségügyi szakrendelők, óvodák, művelődési házak, könyvtárak, színházak, uszodák, múzeumok,
valamint a kis- és középvállalkozások és a közhasznú civil szervezetek újra legyenek jogosultak földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatására. Az LMP béremelést és a sztrájkjog visszaállítását követeli az oktatásban. Gály József azt mondta, a pedagógusok egyre nagyobb válsághelyzettel küzdenek, ami miatt szerinte összeomolhat az oktatás. Követeljük továbbá az oktatásban dolgozók bérének azonnali 45%-os emelését, majd jövő évtől kezdve évi kétszeri infláció követő béremelést. Karácsony Gergely mozgalmát is támogatta az Action for Democracy, amely több százmillióval pénzelte Márki-Zay Péter mozgalmát is, számolt be róla a kontra.hu. A portál emlékeztet, egyes vélekedések szerint a főpolgármester több mint 500 millió forintot költött az előválasztás során. Hogy honnan érkezett a pénz, a mai napig nem tudni. Az általa alapított 99 mozgalom éves beszámolójából ugyanis semmi nem derült ki, a finanszírozókat nem tüntették fel. Az Action for Democracy adott pénzt, vagy bármilyen támogatást a 99 mozgalomnak? Szerintem akkor még, amikor ez a mozgalom aktív volt, nem is létezett az alapítvány. Ez miért van? Nem vagyok teljesen biztos, de nem adott. Az angol nyelvtudásához hasonlóan hiányos információi voltak Karácsony Gergelynek arról, hogy kapott-e pénzt Amerikából az általa fémjelzett 99 mozgalom. A főpolgármester, akit Bohár Dániel riporter kérdezett a napokban, először bizonytalanul ugyan, de letagadta, hogy az Action for Democracy utalt volna számukra támogatói pénzt. Majd amikor azzal szembesítették, hogy a Soros Györgyféle háttérszervezet honlapján szerepel a támogatotti körben a 99 mozgalom is, akkor már kihátrált a tagadásból. Akkor látja, rosszul tudtam. Akkor lényegében az ön által fémjelzett mozgalom kapott pénzt Amerikában. Hát én ezt most öntől hallom, de ezek szerint akkor így van. A kontra.hu szintén arról ír, hogy a főpolgármester Ernyő szervezete egy ideig szerepelt az Action for Democracy támogatotti listáján. A portál arra is kitér, egyes vélekedések szerint Karácsony Gergely több mint 500 millió forintot költött az előválasztás során. Hogy honnan érkezett a pénz, azt a mai napig nem tudni. A 99 mozgalom éves beszámolójából ugyanis semmi nem derült ki. A finanszírozókat nem tüntették fel. Ennek egyében hívom életre itt és most a 99 mozgalmat. A 99 mozgalmat Karácsony Gergely hozta létre még az előválasztást megelőzően. A kontra szerint azért, hogy ide csatornázzák be a kampánypénzeket. Később az amerikai háttérszervezet közleményben tudatta, tévesen tették ki honlapjukra a 99 mozgalom nevű civil szervezet logóját. Ahogy fogalmaznak, ezért elnézést kérnek, és egyúttal megerősítik, nem támogatták a 99 mozgalmat. Tették mindezt néhány nappal azok után, hogy Márki-Zay Péter lebuktatta magát, és milliárdos amerikai kampánypénzek érkezéséről beszélt, amit a Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke szintén az AFD-hez kötött. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje arról is beszélt, 2 milliárd forint körüli összegből gazdálkodott az általa vezetett MMM a kampányban. Márki-Zay Péter többször is hangsúlyozta, hálás az amerikai adományozóknak. Természetesen az, hogy Kathy Martin, meg Francis Fukuyama, Wesley Clark, és még sorolhatnám azokat a hírességeket, akik az Action for Democracy-t támogatják, illetve ott működnek, hogy ők érdemesnek méltatták, vagy méltónak találták a Mindenki Magyarországon mozgalmat a támogatásukra. Én ezért csak köszönettel tartozom. A hódmezővásárhelyi polgármester azt is beismerte, hogy az MMM által vezetett számla a központi kampány működtetését szolgálta. Az, aki külföldi pénzt kap, az külföldi érdekeket szolgál. Ifjabb Lomnici Zoltán a Kossuth Rádióban megerősítette, a párttörvény értelmében egy párt névtelen adományt, valamint külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. Az alkotmányjogász szerint Márki-Zay Péternek tisztáznia kell magát és a baloldalt is. A hódmezővásárhelyi polgármesternél az a magyar mondás az irányadó, hogy aki átmond, az mondjon bét is. Tehát ne csak arról beszéljen, hogy itt érkeztek források, hanem hogy hogyan történt. Őszintén mondja meg, hogy hogyan történt ennek a felhasználása. Mert hogy a jogvilágában szokták mondani, az eddigi magyarázkodás az nem életszerű. Ennél azt gondolom, hogy a magyar emberek többet várnak. A kontraírása szerint nagyon úgy fest, hogy megkezdődtek a pozícióharcok a baloldalon a következő választásokra, vagyis ki tud közelebb kerülni a nemzetközi finanszírozókhoz.
A portál úgy látja, a külföldi hálózatok, ahogy elengedték Karácsony és Márki-Zay Péter kezét, úgy könnyedén továbbállnak és keresnek más főszereplőt. Majdnem elérte a 2000-et a hétvégén próbálkozó illegális bevándorlók száma. Péntektől vasárnapig ismét komoly nyomás alatt volt a déli határ. A határ szerbiai oldalán található falvakat ellepték a migránsok. Az ott lakók bezárkózva élik a mindennapjaikat, mert félnek kimenni az utcára. Szinte csak migráns csoportokkal lehet találkozni Majdányi és Rábi utcáin. Az illegális bevándorlók száma az elmúlt napokban ismét nőtt. A helyiek szerint több százan lehetnek. Többségük a két falu közötti raktárépületben és annak környékén bujkál, de az üresen álló házakba is beköltöznek. A hideg idő beköszöntével pedig még ettől is rosszabb állapotokra számítanak a falubeliek. Van egyes házak, ahova bemennek, ilyen lakatlan házak, amit nem tettek még jó tönkre, de hát most inkább a régi raktárépületben, meg így a határban is még mindenfel egyes átorban vannak így. El vannak húzódva kint, és akkor majd a téren szerintem vissza fognak jönni sokkal többen, mint ahogy most vannak. Csak hát ez ilyen élet. A helyiek arra panaszkodnak, hogy rengeteg migráns reket meg a két faluban. Az utcákon folyamatosan csoportokban vonulnak, éjszaka is. A kutyák ugatnak, ők pedig, ha nem muszáj, nem is mennek ki az utcára. Azt is mondják, hogy a román és magyar határőrség erősen őrzi a hármas határ környékét, így az illegális migránsok nem igazán tudnak túljutni Szerbián az unió területére. Rengetegen vannak. Az utcáink mennek végig, mind a birkák. Tegnap reggelre volt eső, az gyűjtek arról a kaszárnya felé, vagy határ felé. Hát egy 15-20-an. Egy része mezítláb, tiszta sarak voltak, hogy hunét szakáztak, ugye nem lehet tudni. Rábi település történelme messzire nyúlik vissza. Az Árpád-kori település első írásos emlékei még 1256-ból erednek, ami a temetőben található kopjafán is olvasható. Az Észak-Bánáti faluban jelenleg megközelítőleg 50, többségében idős ember él, akik nap mint nap szembesülnek az illegális migrációval és annak hatásaival. Magyarország déli határkerítésénél sem enyhül a migrációs nyomás. A hétvégén csaknem 2000 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a határőrök. Péntektől vasárnapig összesen 1982-en próbáltak betörni Magyarországra. Tovább erősödött a bevándorlás ellenes párt Svédországban. A svéd demokraták a szavazatok több mint egyötödét szerezték meg a vasárnapi választáson. Az eredmény továbbra is nagyon szoros, épp úgy nyerhet a baloldal, ahogy a konzervatívok is. Végeredmény szerdára várható. Nem sokkal az urnazárás után már tetőfokára hágott a hangulat a svéd baloldali koalíció kampányvárójában. Az első részeredmények ugyanis a kormányzó pártok szoros győzelmét jósolták. A szavazó helyiségek már bezártak, minden szavazatot meg kell számolni és meg kell várni a végeredményt. Próbálta lehűteni a kedélyeket Magdalena Andersson miniszterelnök. A baloldal ünneplése azonban korai volt, mert a szavazatok 94%-os feldolgozottsága mellett az eredmény már a jobb oldal javára billent. A támogatók fergetekes buliba kezdtek, és hatalmas ovációval fogadták a svéd demokraták vezetőjét. Most mi vagyunk a második legnagyobb pár Svédországban, és úgy tűnik, ez így is marad, mondta Jimmy Alexson. A választási kampányt az illegális bevándorlás, illetve az elharapozó erőszak közötti kapcsolat uralta. Elemzők szerint ezek olyan témák, amelyek eddig tabunak számítottak a svéd társadalomban. A bűnözés és a migráció olyan kérdések, amelyekről már régóta beszélünk. Nem a múlt hónapban vagy két hónappal ezelőtt kezdtünk el beszélni róluk, hanem már több mint 10 éve. Ez az egyszerű válasz erre az eredményre, mondta a párt egyik támogatója. A 2015-ös migrációs válság óta a svéd demokraták támogatottsága egyre jobban erősödött. 4 évvel ezelőtt, 2018-ban már a szavazatok több mint 17%-ával jutottak be a svéd parlamentbe. Korábban a jobb-közép mérsékelt párt volt az ország második legnagyobb pártja, amely most a szavazatok 19%-át kapta meg. Készen állok arra, és mindent elkövetek annak érdekében, hogy egy új, stabil és erőteljes kormányt alakítsunk Svédország minden polgára számára, mondta Ulf Kristersson, a mérsékelt párt elnöke.
Az előzetes adatok alapján a miniszterelnök vezette svéd szociáldemokrata párt ugyan minden más pártnál több szavazatot. A voksok több mint 30,5%-át szerezte meg. Egyelőre mégis úgy tűnik, hogy a baloldali pártokból álló blokk nem tud többséget szerezni a 349 fős parlamentben. Ténylegesen 95 éve először történhet meg, hogy az észak-európai baloldali szociáldemokrata jóléti államban esetlegesen egy jobboldali kormány kerüljön hatalomra. Minden szavazat számít, ez most a fő szlogen, minden párt ezt mondja. Jelen pillanatban Ulf Kristersson a mérsékelt párt vezetője, aki adott esetben egy jobboldali koalíciónál miniszterelnöke lehet Svédországnak. A jobboldali koalíciónak a jelenlegi adatok szerint egyetlen mandátum vezetése van a klasszikus baloldaliak előtt. A választás végeredménye szerdára várható. Mérnöki központot hoz létre a Bosch csoport Zalaegerszegen, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, a 4,2 milliárd forintos, várhatóan 2025-ben elkészülő beruházás 200 új magas képzettséget igénylő munkahelyet fog teremteni. Már javában tesztelik az önvezető autókat a Zalazón járműipari tesztpályán. A 45 milliárd forintból megépített létesítményt az autóipar európai fellegváraként emlegetik. A tesztpálya mellé hamarosan egy újabb világszínvonalú műhely létesül. Tesztautószerelő állomást alakít ki a Bosch csoport. Ezzel a beruházással egy 3500 négyzetméter területet fogunk átadni, ebből 2000 négyzetméter az irodaterület, és 1500 négyzetméter, ahol az autókat, a tesztautókat szereljük és építjük át, annak érdekében, hogy ezeket teszteket tudjunk végezni. Itt a tesztpálya közelsége az egy nagyon nagy előny, hiszen a Bosch csoporton belül lehetőséget adunk az egyetemi hallgatóknak és az egyetemi oktatóknak arra, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi vérkeringésünkbe. Nem lehet más a célunk, mint hogy a legnagyobb és a legfejlettebb technológiai színvonalat felvonultató beruházásokat hozzuk ide Magyarországra. Most kell ezeket a beruházásokat idehozni. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, az új központban az önvezető autózással, az elektromobilitással és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, alapvetően radar és kamera alapú rendszerek fejlesztéséhez szükséges munkákat végzik majd el a szakemberek. Egy új, az autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztéseket és kutatásokat elvégző Bosch beruházást jelenthetünk be, amelynek mértéke 4,2 milliárd forintos, és mivel itt 200 kifejezetten magas képzettséget igénylő kutatásfejlesztési mérnöki munkahely jön létre, a kormány 1,2 milliárd forintos készpénztámogatást biztosít. A Széchenyi István Egyetem új kutatóközpontját is átadták Zalaegerszegen, ahol a leendő autóipari szakemberek minőségi gyakorlati képzését valósítják majd meg. Az egyetemek ne önmagukba képezzenek hallgatókat, hanem a munkaerőpiacsal, a technológiai vállalkozásokkal közösen minél szorosabb együttműködésben tudjanak dolgozni és haladni. Úgyhogy az a célunk, és ez rajtunk múlik, hogy a következő időszakban ezt hogy tudjuk megvalósítani. Az dönti el a versenyt az egyre modernebb körülmények között, hogy ki tud több beruházást magához vonzani és megfelelő szakembereket képezni, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter az átadáson. Magyarország versenyképessége, vagyis Magyarország jövője nagyban függ az egyetemektől, és az egyetemeken zajló munka színvonalától és minőségétől. Szijjártó Péter azt is kiemelte, az egyetemeknek alkalmazkodniuk kell a világgazdasági folyamatok alakulásához. A megfelelő szakember utánpótlással ugyanis még több beruházást tud magához vonzani Magyarország. A tudományos és innovációs park létrehozásához szükség volt természetesen a kormány támogatására. Az a 4 milliárd forint, ami alapján létrejött ez a fejlesztés, rendelkezésünkre állt és áll. Mostantól tehát az itteni ökoszisztémát a Széchenyi Egyetem is gazdagítja és színesebbé teszi. A miniszter továbbá bejelentette azt is, hogy a fejlesztések itt nem állnak meg. A közeljövőben ugyanis újabb létesítménnyel bővül majd a kutatásfejlesztési komplexum.
Magyarországot és Erdélyt kötik össze az új légijáratok, amelyeket az Aero Express Magyar Légitársaság indított. Egyelőre hetente háromszor közlekednek a gépek Budapestről és Debrecenből Kolozsvárra és Marosvásárhelyre. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Debrecenben úgy fogalmazott, a magyar kormány elkötelezett az új Magyar Légitársaság tevékenysége mellett. Újabb úti célok kerültek fel a debreceni nemzetközi repülőtér információs táblájára. Kolozsvárra és Marosvásárhelyre is indulnak járatok. Ez egy nagyon jó hír, örülünk neki igazából, mert így azonnal elérhető számunkra, nem kell felutazni Budapestre. Októberig felmérés céljából hetente háromszor közlekednek az új járatok. A Magyar Légitársaság szerint régóta várt légi összeköttetést hoztak létre. Hosszú távon a magyar repülés és a magyar utazók érdekeit tudja szolgálni, és be tudja tölteni a regionális repülés jelenleg hiányzó területét. Úgyhogy gyakorlatilag ennek az első állomásánál állunk most. A Maros megyei tanács elnöke szerint a járatfejlesztés turisztikai és gazdasági szempontból is fontos. Nagyon bízom abban, hogy Maros megye is tud annyira vonzó lenni, hogy ugyanúgy arrafele is megtelnek ezek a járatok, mert ha azt nézem, hogy egész Romániában Maros megye az ötödik leglátogatottabb turisztikai megye. Hatalmas igény van a régiós nagyvárosok légi összekötésére, ezt már Magyar Levente hangsúlyozta. Az államtitkár emlékeztet, a magyar állam még az év elején többségi tulajdon szerzett a debreceni repülőteret üzemeltető cégben. Komolyak a terveink, és Debrecenből egy milliós nagyságrendű forgalmat bonyolítani képes, nagyon komoly európai szinten jegyzett repülőteret varázsolni. Ez párhuzamosan a regionális járatfejlesztéssel fog megvalósulni. A következő években itt olyan sikertörténetnek lehetünk majd tanulni minden bizonnyal, a nehéz körülmények ellenére, amelyek párjukat ritkítja talán egész Európában. A fejlesztések egyik első lépése volt, hogy a magyar állam két korszerű tűzoltó járművet is vásárolt a reptérre. Az új járatokkal együtt már 14 úti cél érhető el a debreceni repülőtérről. Új szolgáltatóközpontot hoz létre Budapesten Európa vezető állateledel és állatfelszerelés forgalmazó áruházlánca, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, a beruházással 150 új munkahely jön létre. Hozzátette, a német cég beruházása egy újabb megerősítés, hogy a magyar gazdaság ellenáll a válságnak. Rendre kapunk olyan impulzusokat, hogy a magyar gazdaság jó úton jár, hogy Magyarországban van olyan potenciál, amiért még külföldről is érdemes idejönni, ezért ez bizakodással tölt bennünket el, arra nézve, hogy közösen összekapaszkodva át tudjuk vészelni ezeket a nehézségeket, bármekkorák is legyenek. Létrejött a Digitális Magyarország ügynökség. Szeptembertől 11 állami informatikai társaság és egy költségvetési szerv került négy minisztériumtól, mintegy 5000 dolgozóval az újonnan megalakult szervezethez. Guller Zoltán vezérigazgató azt mondta, új időszámítás kezdődött a kormányzati informatika területén világos célokkal és ügyfélközpontú hozzáállással. A legfontosabb célunk az a digitális állampolgárságnak a létrehozása, megteremtése, amely azt jelenti, aki akar, az 2026-ig digitális térben is létező állampolgár tud majd lenni. A jogok és kötelezettségek illetik majd meg, mint a fizikai valójában. Ügyeket tud intézni részben az állami szektorban, részben a magánszférában, és mindenki ezzel időt tud megspórolni. Már 30. alkalommal rendezték meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állatkertben. A jubileumi alkalomra több ezren látogattak el az ország számos pontjáról. A családokat a szervezők többek között kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel várták. A rendezvény fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök. Hány zsiráfot látunk? Sok gyermeket lenyűgözött a hatalmas zsiráf látványa. Hány pingvin van ott szerinted? De a pingvinek élőhelyénél is sokan időztek. A sérült gyerekek napjára több ezren érkeztek az ország számos pontjáról. Újfehértóról jöttem, és nagyon jó érzés itt lenni Budapesten az állatkertben.
gyógygombák közé tartani. Az állatkertben ismeretterjesztő programokkal is várták az érdeklődőket. A 10 éves Szász Szabina a budapesti mozgásjavító általános iskolából érkezett osztálytársaival a programokra. Igazából nagyon izgalmas állatok várnak itt ránk, és izgatottan várom a többi dolgot. Magyarországon a társadalom mintegy 10%-a, majdnem 1 millió ember él valamilyen fogyatékossággal. Kiemelten fontos, hogy ők is a lehető legteljesebb életet élhessenek. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetségének munkatársai a 30. jubileumi alkalomra számos programmal készültek. A kollégáink nagyon sok ötlettel a különböző sátoroknál, ügyességi játékokkal, információkkal állnak rendelkezésre. Itt van a varázsceruza, akik gyűjtést szerveztek erre a napra. A fővárosi állatkert már évek óta otthont ad az eseménynek. A dolgozók számára is fontos a példamutatás és a társadalmi felelősségvállalás. Azon kívül, hogy a programnak az a cél, hogy jól érezzék magukat a résztvevők, példát is szeretnénk vele mutatni, hogy minél többen a társadalomból érezzék, hogy hát hogyan lehet esetleg segíteni, vagy ezekre a témákra érzékenyebbek legyenek. A kormány elkötelezett abban, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára is megteremtse az integráció lehetőségét. Erről beszélt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos a sérült gyermekek napján. Ezen a területen kiemelten érvényesül a semmit rólunk nélkülünk elv, ami azt jelenti, hogy a döntéseink előtt mindig meghallgatjuk az érintettek véleményét, és az ő javaslataikat beépítjük ezekbe a döntésekbe, előterjesztésekbe, és figyelemmel vagyunk az ő speciális szempontjaikra. Az erkölcsi megbecsülés mellett fontos az anyagi elismerés is. Nyitrai Zsolt hozzátette, 10 év alatt közel háromszorosára nőtt a fogyatékosügyi érdekképviseleti szervezetek állami támogatása. A sérült gyermekeket nevelő családok idén is ingyen utazhattak az eseményre a Volánbusz kijelölt járataival. Idén az egyszülős központ is csatlakozott a rendezvényhez. Számláló biztosok jelentkezését várja a Központi Statisztikai Hivatal az október 1-én induló népszámláláshoz. A kérdőívet online is ki lehet majd tölteni, akik nem ezt választják, azokat számláló biztosok keresik fel. Nagyjából 28 ezer számláló biztos kellene. A kisebb településeken már lezárult a toborzás, a nagyobb városokban azonban még lehet jelentkezni. Minden számláló biztos kap egy területet, amiért ő felelős. Ő bejárja azokat a lakcímeket, ellenőrzi azokat a lakcímeket, van neki egy címlistája, van neki körzettérképe, az alapján dolgozik, és bekopogtat minden olyan lakásba, ahonnan nem érkezett be interneten kérdőív, és ott közösen kitöltik a kérdőívet. Tabletet használ a számlálóbiztos, úgyhogy egy teljesen biztonságos és modern módon rögzíti a kérdésekre a válaszokat. A Magyar Honvédség tűzszerészei kiemelték a 100 kg-os második világháborús légibombát a Dunából. A robbanóeszköz biztonságos kiemelése és hatástalanítása idejére a rendőrség mintegy 400 méteres sugarú körben lezárta a területet. A hatástalanított bombát a Magyar Honvédség hadi kikötőjébe szállították, és később semmisítik majd meg. Délelőtt 10 óra után pár perccel szinte hermetikusan lezárták a Lánchíd utcát és környékét, a járműveket és a gyalogosokat sem engedték be. Az egyenruhások a környéken lévő lakóépületeket is kiürítették. A fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárai még múlt héten bukkantak egy második világháborús bombára a Dunában. A kiemelés idejére 400 méteres sugarú körben mindent kiürítettek a hatóságok. Egy 100 kilós szovjet légibombát találtak nem olyan régen, itt a Lánchíd és az Erzsébet híd között, 8 méterre van a parttól, ugye ezért érkeztek ide a tűzszerészek és a hadihajósok, hogy a vízből kiemelés után mind a két gyújtót ki tudják venni a robbanótestből, és majd elszállítjuk, ott semmisítjük meg. Nagyon veszélyes művelet, látszik, hogy több hajó érkezett, itt van az egészségügyi szolgálat is, közösen kell dolgozni a tűzszerészeknek és a hadihajósoknak. Miután lezárták a környéket, lemerültek a tűzszerész búvárok, rögzítési pontokat alakítottak ki a robbanótesten, majd a honvédség aknamentesítő hadihajójának speciális darujával kiemelték a bombát. A tűzszerészek ezután kezdhették meg a szerkezet hatástalanítását. Orr- és fenékgyújtó szerkezet. A tűzszerészeknek ezt a kettőt kellett kiszerelniük a robbanótestből ahhoz, hogy az biztonságosan elszállítható lehessen. A szakemberek egyébként azt mondják, hogy a körülményekhez és a korukhoz képest meglehetősen jó állapotban maradtak meg.
A tűzszerészek parancsnok helyettese a bomba hatástalanítása után elmondta, nem csak a tűzoltó búvárok által korábban megtalált robbanó testet hozták felszínre. A szerkezet közvetlen közelében ugyanis más világháború korabeli szerkezeteket is találtak. Az előre bejelentett robbanó testen kívül előkerült még egy másik bombának az orr része, de ez üres állapotban volt, nem tartalmazott robbanyagot, valamint még egy német kézigránát is került elő a bomba mellől. A Dunából kiemelt második világháborús eszközöket hajóval a Magyar Honvédség hadikikötőjébe szállították, ahonnan a központi gyűjtőhelyre viszik azokat. Az egymásás szovjet légibombát később ott semmisítik meg. Szerencsés baleset lett egy üldözésből a fővárosban. A rendőrök egy sofőrt akartak igazoltatni, de a férfi tovább hajtott. A rendőrök több kerületen át üldözték. Az autó végül felborult, és a sineken állt meg. A sofőrt a rendőrök húzták ki a roncsból. Két perc múlva ugyanis jött egy tehervonat, amely maga alá gyűrte a kocsit. A férfi egyébként azért menekült, mert nem volt jogosítványa, és a vezetéstől is eltiltották.